Na szavaztok és sziasztok, én se látok így az és üdvözlök titeket a csatornámon, és üdvözlök titeket a mi lenne ha játékban, vagy mi lenne, szerintem nem tudom pontosan ennek mi a neve, de hát most ezzel fogunk játszani, és hát ennek csak annyi a lényeges rácok, hát ez nem igazából egy játék, ez inkább csak egy holnap, de itt annyi a lényege, hogy például itt van, hogy mi lenne ha életnél a Pokémon világban és akkor az, az ugye nem tudom, jó vagy rossz, és akkor lenne egy feltétel arra, hogy de, te is egy pokémon lennél. Hát ugye ez logikus. Szóval, hogy életnék a pokémon világban, de ahhoz nekem egy pokémonnak kéne lennem. És akkor ugye ebbe benne lennék-e, vagy sem, vagy szóval, beleegyeznék-e? Hát igazából én nem akarok eljutni a pokémon világba, srácok, és nem is akarok ott élni. Um, és hát akkor, meg egy Pokémonnak lenni az eléggé hátrányos, és hát képzeljétek egy-egy Pokémon államét előttetek, és akkor az Youtube-ozna nektek, szóval. Na jó, um... szóval nem, a srácok, kérdőnc, nem. és a többsége vagyok, rácok. Következő kérdés. Uh, mi lenne, ha szép és okos lennél, de mindenki téged nézne? Az jó lenne, a srácok. A srácok, hát én én szeretnék nagyon szívesen szép és okos lenni, és azt megint a többséggel vagyunk, és, és akkor, hogyha még mindenki rám nézne, srácok, az akkor mindig iri lenne, az az, az nekem csak jó. Lenni neki fannyaim, nem? Na, mi lenne, ha utazhatnál az időben? Na, hát ez már elég jól hangzik, srácok, de miután utaztál, mindig elkapna egy csúnya vírus, amitől hánynál fájna a hasad, és nagyon Lázas lennél. Hát ezzel jár az időutazás, láttok? Szóval én benne lennék mindenképpen. Ö, most nem mutat ilyen. Na, ó, oh. most nem vagyunk a többséggel, és hát én benne lennék, szóval. Az az még az még így, oké. Okay. Na, de viszont mi lenne, ha kiválaszthatnál max 4 embert, és adhatnál neki plusz éveket a haláláig, de azok a plusz életek a saját éveidből mennének. Ó, vagy kiválasztott, nem max négyem, vagy nák, nem kéne, szóval ez is egy szuper képesség, amit, amit így magammal lehet is srácok, szóval nem kötelező használni, de, de így el lehet vinni, szóval értitek, nem? Ha esetleg nem tudom, ha esetleg valami van, az, akkor azt akarom, az, hogy tovább éljen meg már úgyis annyi vagy, nem tudom. Hát, ha öreg lennék, akkor biztos a fiaimnak adnám az maradék életem, mert nem tudom, hamar ugye. Aki öreg, az már meg akar halni. A gyerek az még még hadd éljen, szóval. mi lenne, ha összejönnél a kiszemelteddel? Na, srácok, ez, ez jól hangzik. De utána egy évig nem beszélhettek, csetelhettek. E? Eh. De akkor nem is jöttek össze? He? Ez ugye nem beszél se valakivel, akkor azzal nem jöttél össze. Tehát valannyira nem értem én ezt a kérdést. De egy évig kibírnám, srácok, szóval. Utána, utána, meg, utána meg jönne a nagy dolog szerintem. És hát akkor én ebbe bele is egyezek, amúgy remélem lehet ezt engem hallni, mert ezért elég távol volt a mikrofon. Öm, ja. Viszont következő kérdés az az, hogy mi lenne, ha megalkothatnád ősére az ideálodat, nem tudom, nem is de jó. De a személyiségét egy teljesen random ember találnák ki neki. Ja, szerintem az, hogy ugye a, a álom barátnő, nem? gondolom, mert hogy neki, nem nekem. kicsit azt hittem, hogy az én alakom, de nem szerintem akkor a barátnő. De viszont más, hát az mindig is más adja. Szóval, hát mondjuk, hogyha valami nagyon, nem, nem tudom. Nem tudom, srácok, hát ez, ez egy, jó kérdés, de benne lenni, hát, srát, hát miben nem lennék benne, ja? Na jó, már volt egy kérdés. Hát tényleg, ez, lehet élni, srácok, ezekkel a hátrányokkal. Mi lenne, ha minden nap hozna a postás valamennyi pénz neked? Jól de mindig oda kellene adnod a 9. Kilenc... Mi? Od... Mi? De mindig oda kellene adnod a pénz 90%-át a szomszédodnak. Pfff, hát az egyik bugoság lenne, de hát... Fies srácok, csak úgy, csak úgy ingyen pénz, ha most... He? Ki nem megy rá az ige? Bunka az emberiség, mit mondjak? Csak ők akarnak pénzt érte. De... Na jó. Mi lenne, ha lehetne egy kutyád? De nem lehetne semmilyen más állatod. Hát srácok, nekem van kettő kutyám, azt nem tudom, hogy más háziállatnak, mert hát ugye lehetne egy kutyád, nekem van kettő kutyám. Hát igazából nem lennék benne. Hát így is úgy lehetne egy kutyám, szóval... He? Ez elég a kérdés. Na mindegy. Gondolom, akik nagyon vágynak egy kutyára, azoknak van ez a kérdés. De viszont nézzük a következőt. Mi lenne, ha olyan stílusú hajad lenne, amilyet csak akarsz, és bármikor váltogathatnád? Mi lenne, ha olyan stílusú hajad lenne, amelyet csak akarsz, és bármikor váltogathatnád, de kettőször többször kettő, több több kéne hajat mosnod? Szóval dupla annyiszor kéne hajat mosnod, de viszont olyan stílusú hajad lenne, amelyet akarsz, és bármikor váltogathatnád? Hát, srácok, ez egy nem annyira nehéz kérdés, mert srácok, én nem örülök a stílusom más rácok, szóval csak nézzetek rám, és, és már is meglátok, szóval hát én ebben nem lennék benne, hát minek legyek én ebben benne, mondjuk hát sokan a stílusukra is élnek, de hát nem csak vagyok az sőt na mi lenne, ha tudnál varázsolni, de 30% hogy meghalna de 30% hogy meghalnál he? Ez értelmes mondat? Mi lenne, ha tudnál varázsolni, de 30% hogy meghalnál? Ja, hogy minden ilyen varázslásnál 30 esély van rá, hogy belehalok. Ja, hát de amúgy ez tényleg úgy van, srácok, amikor ott bűvészkednek, azok a varázslók, akkor ugye, hogyha nem csinálnak mindent jól, akkor belehalhatsz, az igaz. De én is csinálnák olyan srácok. Én, én szeretem, hogy a kalandot. Biztos kalandus vagy munkás lehet, nem tudom, ha hát munkás nem, de de így az akciós, srácok, én, én nem tudom, én szerzem az akciót is, hát szerintem ez biztos lenne benne egy kis akció, meg sokan nézik így, azt az, az, hogy meg minden szóval ez nem rossz, de viszont mi lenne, ha minden nap három kívánságod lenne, pff, hát akkor, akkor már rég nem itt lennék, de, de nem kívánhat nem kívánhatod, hogy végtelen kívánságod legyen. Wow! Azon ki... Hát miért kívánnám, hogy végtelen kívánságom legyen, hogyha minden nap jönne plusz új három. Hát srácok bakke, én ebben mindenképpen srácok, ki az, aki a nemre megy? Három szavazat a nemre, miért megy valaki a nemre srácok? Nem akkor, hát mondjuk vannak akik nem akarnak kívánságokat. Na jó, de viszont mi lenne, ha híres videós lehetnél napi több milliós nézettséggel, srácok, tudjátok, mi a dolgok, na jó, de nem nézhetsz se YouTube, se Twitch videókat, live-okat. Hát ff, rögtön, srácok, igen. és miért? Hát mondjuk, nem akarnak valaki híresen. Hát srácok, ez az álmom, srácok, azért kezdtem el. Már összehozhattuk a 19-et, és ezt nagyon szépen köszönöm nektek, és hát valamikor. Csak leszünk nagyobb srácok. Mi lenne, ha meghalnál? Hát, akkor minden jó lenne, nem? Na jó. Mi lenne, ha meghalnál, de ne történ... Na, azt írta, de ne történ semmi. Szerintem azt úgy gondolod, hogy de nem történne semmi. Mi lenne, ha meghalnál, de nem történne semmi, ezt nem értem. Ö, nem lennék benne, nem akarok meghalni, hogy ne történjen semmi, aztán he. Na jó. És akkor szerintem a úcsó kérdés, vagy valami ez, nem tudom, ez kérdésnek mondható-e, de ez az úcsó a videóba, és azt pedig nem más, mint hogy mi lenne, ha egy híresség barátja lehetnél, de viszont a legjobb barátodat elveszítenéd, szóval a jelenlegi legjobb barátodat, vagy a barátomat, mert ugye nekem jön ez a kérdés. Hát srácok, amúgy írjátok be a kommentekbe hogy ti melyiknél, mit választottatok volna, hogy benne lennétek-e vagy sem. De viszont akkor itt van, hogy egy hírességben hát, Viszont a legjobb barátok, de hát ez ez nehéz kérdés, rácok. Ez tényleg egy nehéz kérdés, rácok. Ez Úgy lenne, hogyha a legjobb barátom most a legjobb barátom híres lenne, és akkor úgy egy híreség lenne a barátom. Nem. Viszont nem, srácok, én nem akarom elvisszézni a legjobb barátomat. Mert hát nem, nem, srácok, az, úgy nem jó, viszont hát akkor ennyi lett volna már ez a videó, ez, ez, ez most már itt semmi, ez, ez, már ne törődjetek ezzel a kérdéssel, vagy mi ezzel, ami itt van, de akkor elhúzunk cukletek, srácok, szóval, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, és hogyha azt akarod, hogy még legyen több, akkor hát akkor is van egy lájkot, és akkor a három lájknál lesz következő, mi lenne, kérdés, öm, vagy mi lenne ilyen videó, kérdés, ahány srácok, hát ezek a kérdések már összezavarnak, de viszont akkor három lájknál ugye lesz következő rész, és a videó, és akkor hát találkozzunk egy másik videóban, srácok, szóval, Miután kimondom az utcsú szavakat, srácok, ott meg fog jelenni, e a csatornám, ott tudtok feliratkozni, és egy videó arra rá tudtok az biztos, hogy tetszik nektek rátok, de viszont akkor viszlát és hello!